Elsőként az aprók mutatták meg a közönségnek, hogy mit tanultak az idén. Az évek alatt már hagyománnyá vált, hogy a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület minden esztendő végén egy évzáró karácsonyváron műsorral kedveskedik a családtagoknak, támogatóknak és a város lakóinak. Na kérem, tessék megnézni ezt az állatot! Mi az Isten csodája? Sose láttam ilyet. Hát ez bizony egy kis borha, s megnőtt. Ma este folyamán az összes korcsoportunk, az összes tánccsoportunk megmutatkozik. A tipegőink, akik ugye az ovisnál fiatalabb korosztály, az apróink, akik az ovis korosztályt ölelik fel, az utánpótlás és ifjúsági csoport és a felnőtt tánccsoport. Ami idén érdekesség és nagy izgalommal tölt el minket, hogy egy új műsort mutatunk be, amire mondhatni, hogy a 2022-es év műhely munkája ráment, tehát már februárban felvettük a kapcsolatot Dobsa Tamás koreográfussal, és elkezdtük készíteni a betlehemes műsorunkat. Mert ugye sok műsorszámunk van, volt karácsonyi koreográfiánk is, a bukovinai koreográfia, a lányok megéneklése, de amióta ugye Bátaszéken működnek a székely unokák, ezért mi most már a székely táncot annyira nem erőltetjük a színpadon, hanem most egy igazi felvidéki betlehemessel készülünk, és ennek lesz ma az ősbemutatója, tehát először fogja látni a közönség, az ide látogató vendég, úgyhogy nagy izgalommal és nagyon nagy szeretettel készültünk, és várjuk ezt a ma estét mi is. Micsoda madára szaka, melynek hosszú a meg kér házasodni. De még az a kérdés, kit kéne elvenni? Jadé, jadé, jadadé, jadé, jadé, jadadé, jadé, jadé, jadadé. Az Egyesület 2022-es éve a körülményekhez képest nagyon jól telt, mondja az elnök. Számos fellépésünk volt, számos elismerés, díjat kaptunk, olyan rendezvényeken vehettünk részt, ami megtisztelő volt és rangos, nívós programnak számít, nem csak megyei, de akár országos szinten. Itt most beszélhetnék a Nemzeti Táncszínházról, vagy akármelyik fesztiválról, ahol közreműködtünk. El tudtunk menni Nagysallóba, a testvértelepülésre, ugye augusztusban a falunapokon részt vettünk, táncoltunk, örömködtünk, és ugye a 25 éves testvér kapcsolatot is megünnepeltük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon tartalmas és programmal, vidámsággal teli 2022-es évünk volt. Örülünk, hogy vagyunk. Ugye Covid után előről kellett kezdeni mindent, de szerencsére mind a négy csoportban azért vannak táncosok, táncoskák, és amíg vagyunk, addig leszünk. Tehát örülünk és várunk mindenkit, aki kedvet érez, hogy hozzánk csatlakozzon, táncoljon velünk, vagy a programjainkon részt vegyen. Örülünk, és amit csak tudunk, megteszünk, hogy kihasználjuk a közös együttléteket.